Müller Péter például az emberi személyiséggel kapcsolatban ilyesmit mondott, hogy vannak fiatal lelkek. És a fiatal lelkek, még akár ebben a reinkarnációs értelemben is, nem igen dönthetnek arról, hogy akkor többet nem születek meg, hanem megyek a transzcendentális tiszta létbe. Magyarul én azt hiszem itt észre, hogy mindenféle tapasztalat, az is, amit mondtál, amit a filmben is mondtak a megszólalók, hogy oda vezet minket folyton és újra, hogy az emberi személyiség mienségén múlnak a dolgok. Az emberi érettségen múlnak a dolgok. Hogy a föld állapota is azon múlik, a saját személyes magánboldogságunk is azon múlik, hogy mennyire letisztult vagy érett személyiségét tudjuk aztán alakítani az élet során magunkat. Mit gondolsz erről, vagy látod? Értem a kételyedet, de azt hiszem, hogy a te tevékenységed egy bizonyíték arra, hogy a éretlen lelkeknek nem kell mindig éretlennek maradni, és te is hiszel abban, hogy hozzá lehet járulni ahhoz, hogy olyanok, akik nem gondolnak bele bizonyos dolgokba, felébredjenek és elkezdjenek gondolkodni dolgokon. Mert az embernek a szabad akaratában ez is benne van, és ez az igazi értéke az emberi életnek, hogy gondolkodó képesek vagyunk. És hát ugye van egy ilyen mondás, hogy minden szentnek van múltja, és minden bűnösnek van jövője. Szóval, hogy az nem egy determinált dolog, hogy akkor most valaki egy éretlen lélek, hát akkor maradjon örökre éretlen. Hanem adjuk meg a lehetőséget, add meg nekik a lehetőséget, hogy halljanak többet ilyen dolgokról, és a tapasztalat az, hogy idővel vannak néhányan, akik felébrednek, és elkezdenek magasabb dolgok iránt érdeklődni, megfogan az a tanítás, vagy ahogy Jézusnak a példája mondta, mint a magvető. Magvetőnek az a dolga, hogy hintse a magvakat, néha szikes talajra hullik, néha sziklára hullik, de néha jó talajra hullik, és akkor ott ki kell valami. Szóval ez mindig úgymond benne van a pakliban, hogy nem fog mindenki magasabb rendű dolgok iránt érdeklődni, de el kell kezdeni, és azok, akik úgymond egy magasabb rendű tudatot élnek, tapasztalnak, vagy magasabb rendű tudással rendelkeznek, azokat terheli egyféle felelősség is. Azért, hogy másoknak próbáljanak segíteni. Nem lehet erőszakkal segíteni, nem lehet kényszeríteni másokat, de lehet újabb lehetőségeket felvázolni, felnyitni másoknak a szemét, ráirányítani a figyelmét bizonyos dolgokra, és akkor lesznek, akik érdeklődőek, és lesznek, akik lépéseket tesznek a jó irányba.